Dömölki Bálint matematikus az ELTE matematika szakán szerzett diplomát 1957-ben. Kandidátusi értekezését 1966-ban a Moszkvai Államegyetemen védte meg. A Magyar Tudományos Akadémia kibernetikai kutatócsoportjában 1957-től részt vett az első magyarországi számítógép, az M3 létrehozásában, mint a működővé tételének, üzembeállításának szakmai irányítója. 1963-64-ben a Manchesteri Egyetemen, majd 74-75-ben a Stanford Egyetemen a Mesterséges Intelligencia Laboratóriumban végzett kutatómunkát. 1965 és 1990 között vezetőállásokat töltött be az Infelor, a Számki, majd az SKI szoftverfejlesztő részlegeiben. 1990-ben munkatársaival megalapította az IQsoft céget, melynek 97-ig ügyvezető igazgatója, majd 2003-ig igazgatósági elnöke volt. Az 1960-as évek óta részt vett a Nemzetközi Információfeldolgozási Szövetség, az IFIP munkájában, valamint több nagy EU-s projektben és a pályázatok értékelésében, az MTEL több bizottságának is tagja volt. Az 1990-es évek közepétől aktívan közreműködött a hazai informatikai stratégiai tervek kidolgozásában. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság alapító tagja, 1985 és 90 között elnöke, 94 óta pedig tiszteletbeli elnöke. Az NIST Informatika Történeti Fórumának alapító tagja és első elnöke. Munkásságért több kitüntetésben részesült, például állami díjban. Én matematika szakon végeztem 57-be, és az egyetem utolsó 1-2 évében kezdtem matematikai logika iránt érdeklődni, és akkor ebbe az időbe kezdett Karmár László Szegeden és Péter Rózsa Budapesten érdeklődni a matematikai logikának a automata elméleti alkalmazásai iránt, figyelembe véve azt, hogy hát jönnek majd ezek a csodálatos masinák, és ennek nyomán kezdtem el én is a téma iránt érdeklődni, és ilyen diákköri dolgozatot csináltam automata elméletből. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ahelyett, hogy tanítani mentem volna, akkor megtaláltam éppen akkor alakult kibernetikai kutatócsoportnak a állásfelhívását, jelentkeztem rá, fölvettek, és így kerültem oda. Hát ez úgy történt, hogy eleinte ott akkor ugye programozással ismerkedtem, és aztán, amikor megjött a M3-nak a dokumentációja, akkor derült ki az, hogy abban műszakilag, mérnökileg pontosan le van írva minden, csak éppen az nincs leírva, hogy ez hogy működik, hogyan lesz ebből egy utasításnak a végrehajtása. Tehát az nem volt leírva, amit ma úgy neveznénk, hogy a gépnek az architektúrája. És akkor a főnökömnek, Varga Sándornak, aki ennek a csoportnak a vezetője volt, támadt az az ötlete, hogy hát mivel a mérnökök azok nem nagyon tanultak számítást, sőt egyáltalán nem tanultak számítástechnikát abban az időben még az egyetemen, tehát ők nagyon jól tudják azt, hogy az áramkörök hogy működnek, de azt, hogy ez az architektúra hogy kell, hogy működjön, azt nem tudják, de egy matematikus esetleg ebben el tudna igazodni, és akkor adta nekem ezt a feladatot. És aztán ez vezetett később oda, hogy amikor a gép már elkészült, akkor a gép üzemeltetésének is lettem a formális vezetője. Amikor a gép már elkészült, akkor már elkezdtünk hozzá alkalmazási feladatokat gyűjteni, és erre természetesen főleg a tudományvilágából, de a gazdasági életből is, és sok más helyről
jöttek az érdeklődők, többek között egy nyelvész társaság kezdett el foglalkozni egy olyan feladattal, hát a nyelv statisztikákat mindig csináltak kézi eszközökkel, illetve hát amilyen eszközök voltak, és volt egy olyan ötlet, hogy hát miért ne lehetne ezt számítógéppel is csinálni, és egy fonetikus professzornak, Fónagy Ivánnak volt az a ötlete, hogy azt kellene megnézni, hogy a magyar költői nyelvben a szótagoknak a szerkezete az milyen korrelációban van a versnek a hangulatával. Tehát egy kicsit leegyszerűsítve egy olyan vers, amiben sok olyan szótag van, amiben a mély hangok dominálnak, az egy szomorúbb hangulatú vers, mint a fordítottja. Most önképpen ez a Dömölki algoritmus, ez egy olyan programozási trükk volt, ami azt tette lehetővé, hogy ezt a feladatot nem úgy kellett megoldani, hogy sorra veszek minden egyes betűt, és összehasonlítom az összes lehetséges betűvel, ami a következő helyen jöhet, hanem kihasználva azt, hogy a gép az bitvektorokkal tud dolgozni, tehát az M3-nak egy szava az például 31 bitből állt, és ezekkel végzett műveletekkel lehetett több ilyen összehasonlítást egy-két művelettel elvégezni, és emiatt ezt a jelsorozat tulajdonságainak felismerése módszert hatékonyabban alkalmazni. Tehát egy teljesen gyakorlati feladatból eredt ez a módszer, aztán később megpróbáltam úgy elméletet csinálni köréje és leírni, és aztán közben elkerültem levelező aspirantúrára Moszkvába, és ott egy szovjet folyóiratba, ami tulajdonképpen numerikus matematikával foglalkozott, megjelent erről egy publikáció. Amit aztán meglátott a programozás elméletnek egy annak idején elég nagy alakja, a Brown University-nek a számítástechnikus professzora Péter Wegner, és írt róla egy részletes ismertetést, és aztán ezt vették át különböző amerikai források, és aztán bekerült egyes tankönyvekbe, és egyetemen is tanították, és hát akkor nevezték el Dömölki algoritmusnak. Már az M3 környékén ért az a, mondjuk, hogy hatás, hogy a konkrét szakmai munkából elindultam a menedzseri tevékenység felé, és aztán ez folytatódott, és ugye a pályám nagy részében ezek domináltak. A menedzseri tevékenység az egyrészt már szigorúan csak a szoftver világára korlátozódott, tehát mindig szoftverfejlesztéssel, illetve kereskedelemmel foglalkozó társaságoknál voltam, és ez lényegében két társasághoz kapcsolódott, amik aztán jó magyar szokás szerint gyakran változtattak nevet, de azért az két társaság volt. Az egyik a Infelor, amelyik, ahol 1965-től voltam 76-ig, és a másik pedig az SKI, amiből aztán lett a IQsoft, ahol 77-től 2002-3-ig voltam. Talán ugye a saját tevékenységem mondjuk fő
értékének azt tartom itt, hogy mind a két helyen sikerült azt elérni, hogy értelmes dolgokkal tudtak a társaságok foglalkozni. És hát ehhez valószínűleg kapcsolódóan, és nem teljesen függetlenül, azt hiszem, hogy mind a két helyen jó munkahelyi légkört lehetett kialakítani, amire még most is úgy kellemesen emlékeznek azok, akik benne voltak. 94-95-ben talán volt egy olyan ipari miniszter, aki véletlenül éppen a informatika világából került oda, és így nem állt tőle távol az a gondolat, hogy kellene valahogy az államnak valamilyen stratégiát kialakítani, ez Pál László volt, és ő kezdeményezte azt, hogy jöjjön létre egy társaság, aki a Nemzeti Informatikai Stratégia címen csináljon valamit. Ez akkor el is készült, valamilyen íromány, és aztán ennek a továbbfejlesztésére létrejött egy nagyon érdekes, és azt hiszem azóta sem megismételt konstrukció, egy olyan, mondjuk, hogy konzorcium, nem tudom, hogy jogilag pontosan minek nevezték, amiben volt mondjuk 5 állami intézmény és 5 civil szervezet. Tehát ilyen-olyan minisztériumok, akadémia, a Neumann Társaság, METESZ és hasonlók. És ennek volt valami nem túl nagy költségvetése, és akkor ez vállalta ennek a Nemzeti Informatikai Stratégia következő változatának a most már profi módon való kidolgozását, és aztán még amikor egy újabb kormány jött, akkor ami megvolt, azt kidobták, és akkor kezdtek újakat csinálni. Ezekbe néha részt vettem, néha nem, és 2005-be kerültem bele egy olyan projektbe, amelyik a szintén ilyen technológiai előretekintés jellegű dolog volt, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács nevű tervezet határozta el, hogy az alaptevékenységének a kiegészítésére, illetve alátámasztására foglalkozik az informatika területén jövőképek készítésével. És indítottak egy projektet, aminek lettem én a vezetője, és ezt csináltam 5 éven keresztül, 2005-től 2010-ig. És ennek a keretében az egyik fő tevékenység volt az, hogy a informatikai technológiák egy-egy részterületére csináltunk úgynevezett mélyfúrásokat. Tehát azt megnézve, hogy az illető területnek mik a fő tendenciái, ott mi az, ami várható a közeli távoli, kb. Olyan 10 éves jövőben, és mi van Magyarországon. Hát ennek volt egy meghatározott tematikája, és ennek az eredményei 2008-ban megjelentek egy ilyen szép könyvben, ami 31 néhány ilyen mélyfúrás tartalmaz, aztán voltak még alkalmazási jövőképek is, meg egyebek. Elméleti dolgok iránti érdeklődésem az mindig megvolt, megmaradt, úgy összegyűlt valami elképzelés arról, hogy mit kellene csinálni a információnak valamiféle olyan általánosabb elméletével, amelyik túlmegy a hagyományos információ elméleten, ami csak a
információ átvitelének a tudományos kérdéseivel foglalkozik, ahol van egy feladó, tehát aki kiadja az információt, és van egy vevő, aki veszi az információt. A kettő között van egy csatorna, ami vagy pontosan, vagy kevésbé pontosan viszi át. Ezzel foglalkozik a hagyományos információelmélet. De ami engem izgat, az, hogy amikor a feladó kiad valamilyen információt, akkor neki van valamilyen elképzelése a világról, és elképzelése arról, hogy ennek az információnak a hatására, amikor ez az információ eljut a vevőhöz, akkor a vevő fog valamit csinálni, és ez a világon valamilyen változást fog létrehozni. Tehát van egy szándéka a feladónak, és van egy hatása a átvitt információnak. Most a kettőnek a egymáshoz való viszonya az, amit kellene vizsgálni, és az információ minősége, amit elég nehezen tudnak megfogalmazni, az valahogy attól függ, hogy ez a kettő mennyire áll közel egymáshoz. Az információs társadalomban ugye azt mondtuk, hogy az információ az a legfontosabb nyersanyag. Ezért minden olyan dolog, ami a információnak a minőségét rontja, az ilyen környezetszennyező jellegű tevékenység. Tehát, hogyha bárki bármiben valótlant állít, akkor azzal nem csak azt károsítja meg, akit közvetlenül megkárosít azzal, hogy neki olyat mondott, ami nem igaz, hanem az egész környezetet megkárosítja azzal, hogy csökkenti az információnak a szava hihetőségét. Tehát, hogyha az ember azt látja, hogy azzal, ami a utcán ki van írva, azzal nem kell törődni, mert úgyse igaz, akkor se fogok vele törődni, amikor tényleg igaz. Tehát, hogyha az van kiírva, hogy nagy feszültség, életveszélyes, esetleg azt se veszem figyelembe. Tehát ilyen vonatkozásai is vannak a információ, ilyen mondjuk természetrajzának, vagy általános elméletének, és ha tényleg volna időm és energiám, akkor valahogy ezzel szeretnék megpróbálni foglalkozni. Illetve nagyon örülnék, hogyha lennének olyan fiatalok, akik valahogy ezekkel a gondolatokkal tudnak valamit kezdeni.